A tánc az élete. Fülöp Ferenc díjas táncos, a népművészeti fiúmestere. Az egész ország megismerhette, amikor 1992-ben 13 évesen megnyerte a Hágába készülünk című televíziós műsort. Majd 4 évvel később a legendás Ki mit tudott is, szólisztikus néptánc kategóriában. Jelenleg is táncol, de tanít is. Az ország egyik legsikeresebb néptánc együttesét vezeti. A mai ismeretlen ismerős, ifjabb Rónai Lajos. Szia, köszöntelek! Szia. Azt mondtam rólad a bevezetőben, hogy a tánc az életed. Ugye jól tudom, hogy ez már gyerekkorodban eldöntetett. Igen, igen. Ráadásul egy kicsit érdekes a dolog, hiszen zenész családból származom, illetve édesanyám és édesapám mind a ketten zenepedagógusok. Bátyám is ugyanezen a pályán helyezkedett el, és édesapám keveredett körülbelül egy olyan 20-25 évvel ezelőtt a népzene és ennek népzenének a kutatásával szorosabb kapcsolatban. Elsősorban a Galga mentével foglalkozott, és egy Bagon működő, már akkor nagyon nevesnek számító együtteshez elvitt, hogy próbáljam ki tulajdonképpen óvodásként, hogy hogyan lehet ebbe a munkába becsatlakozni gyerekjátékok ismereteivel, illetve ugye a környékbeli szokások megismerésével. És az első találkozásom elég kellemetlen volt a tánccal. Gyerekjátékokat próbáltunk játszani, és hát nem vagyok egy kosárlabdázó magasságú. Tehát a korombelieknél picivel alacsonyabb vagyok, és egy úgynevezett bakugrás játékot játszottunk, amikor egymást kellett átugraniuk a fiúknak, és hát nekem egy balesettel kezdődött, mindjárt az első próbán fejre estem a köven. Hál' Istennek ennek nem maradt maradandó nyoma. És nem is vette el a kedved a tánctól? Tulajdonképpen akkor elvette. Egy pár évre én mondtam, hogy én szeretném a minden jellegű táncos pályafutásomat már akkor ugye befejezni, aztán egy 3 év múlva mégis vonzott ez a közeg, és maga az a légkör nagyon megfogott engem akkor már azon az egy próbán is, és ezután már én mondtam, hogy szeretnék átmenni, és még egyszer megpróbálni becsatlakozni a srácokhoz, fiúkhoz, lányokhoz, együtt játszani, táncolni, és azóta viszont töretlenül táncolok. Ez harmadik osztályos koromban volt, alsó tagozatos harmadik osztályos koromban. És olyan sikeres volt ez a csatlakozás, hogy már 13 évesen országos versenyt nyertél, hát ez számomra hihetetlen. Igen, akkor, amikor én úgy gondolom, hogyha egy gyerek saját elhatározásából kezd el valamilyen ilyen kedvtelést, legyen az egy sport, egy bármilyen hobbi, akkor én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb ambíciókkal veti bele magát, mint hogyha szülői unszolásra, vagy kényszerre kezdi el, így van. És megmondom őszintén, hogy engem nagyon érdekelt, és mindig figyeltem a többieknek a lábát, nem csak az oktató lábát, hanem a többiekét is, hogy ki hogy lép, hogy csinálja a tánc lépéseket. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag gyorsan megtanultam a különböző táncoknak az alaplépéseit, és aztán utána már ugye idősebb koromban ezt autodidakta módon továbbfejlesztettem, és hát az iskoláim folyamán is folyamatosan tánccal foglalkoztam. Gyermekkoromnak egy meghatározó része volt, amikor az országos gyermek szólótánc versenyt kétszer megnyertem. Ez egy nagyon nagy lendületet adott a későbbiekben már az ifjú koromnak a munkásságára, tevékenységére. Ami még egy nagyon meghatározó élmény volt, ami szintén tudatosította bennem, hogy ezzel kellene foglalkoznom. A 8. osztályt kijárva, középiskola első osztályában az akkori művészeti vezető Igló Éva volt, és tőle lehetőséget kaptam, hogy az általános iskola felső korosztályos csoportjának, tánccsoportjának egy koreográfiát készíthessek, illetve a táncanyagot betaníthassam. Természetesen előtte egy továbbképzésen részt vettem, a táncnak a különböző specifikumait, sajátosságait, hogy megtanuljam,
és ezt követően elkészült az első mű, életem első műve. Ekkor 14-15 éves voltál, igaz? Igen, igen. És büszkeségemre mondhatom, hogy az azt követő néptánc antológia egyik koreográfiája volt. Ez az Országos Gyermek Néptánc Antológia az adott év legsikeresebb koreográfiáinak a bemutatása, ez közel egy olyan 15-20 műsorszámot jelent, ami akkor még az Erkel Színházban volt Budapesten. És ez óriási lendületet adott, gondolom, a további pályádra. Igen, igen. Ez nagyon nagy elismerés. Igen, kaptam egy egészen jó véleményt, természetesen kritikát is kap mindig az ember, ami akkor, az akkori fejjel szerencsére a dicséretek mellett, hál' Istennek nem szegte kedvemet, hanem inkább próbáltam tanulni belőle, és hát természetesen nyilván minden embernek a munkássága folyamán vannak nagyon sikeres darabok, nagyon sikeres munkák, és hát vannak kevésbé jól sikerültek, de azok pont meg tudják erősíteni abban, hogy az elkövetkezendőkben hogyan és miként dolgozzon tovább. Mint már említettem az elején, két televíziós vetélkedőben is részt vettél. Nem tudom, hogy vannak-e kulisszatitkaid, vagy valami érdekesség, hogy hogyan zajlottak ezek a vetélkedők? Érdekes dolog, az első, amit említettél, a Hágába készülünk, ez is egy többfordulós vetélkedő volt. Ez egy nagy szervezet, az UNICEF-nek, gyermekvédő szervezetnek a gála műsorára készült ez a válogató, amit Hágában rendeztek, és hát a világ minden tájáról voltak ott. Itt Magyarországon akkor Gergely Róbert volt a műsorvezető, már a tévés válogatóknál, és hát az első érdekesség volt például így az életemben, hogy azokat, akiket tévén keresztül lát, csak az ember találkozik vele személyesen, és hát nyilván meg sem meri szólítani. És hát az akkori oktatóim annyit mondtak, hogy próbáljak meg természetesen viselkedni a színpadon, ne akarjak többet mutatni magamból, viszont próbáljak meg nem kevesebbet mutatni, és nyilván egyébként előnyöm volt az, hogy ezen a versenyen, tehát többféle ágban, művészeti ágban voltak ott nagyon-nagyon sikeres és nagyon tehetséges fiatalok, viszont talán annyi előnyöm volt, hogy én a magyar kultúrát próbáltam meg tolmácsolni, és nyilván, hogy pont ez is volt az egyik cél, az archaikus kultúrát, bocsánat, tehát a népi paraszt életnek egy mozzanatát, egy rövid kis táncát, és ezen a válogatón nyilván úgy gondolták, hogy ez az, ami egy ilyen gálára kell, ami Magyarországot képviselje. Ekkor már tudtad, hogy te később is ezzel fogsz foglalkozni, és tanítani is fogsz majd? Hát ekkor még, hogy tanítani fogok, nem gondoltam, illetve nem terveztem. Az, hogy táncolni fogok, az, tehát abban biztos voltam, igen, mert nagyon-nagyon szerettem. A másik televíziós vetélkedőnél már oktattam is, tehát akkor már több együttesnél megfordultam továbbképzésen is, tanítottam a Galgamente táncait. Mennyire más a tanítás, mint a tánc? Lehet, hogy buta kérdés, ezt így laikusként feltem. Igaziból a tánc is egyfajta önkifejező eszköz, hogyha úgy vesszük. Én úgy gondolom, hogy a tanítást azt meg kell próbálni egy picit objektívebben venni. Tehát nem szabad az embernek azokat a sajátosságait ráerőltetni tanítás közben a tanoncokra, ami lehet, hogy a másiknak nem áll jól. Tehát meg kell keresni mindenkinek azt az adott egyéniségét még a táncban is, ami csak rá jellemző. Hát akkor sokkal nehezebb tanítani. Abból a szempontból igen, hogy a tanítás, hogy egy tényleg egy objektív képet, ahogy az előbb mondtam, egy objektív képet kapjon a tanuló, és ő abból viszont ki tudja saját magának alakítani azt az egyéniséget, ahogyan ő azt meg tudja jeleníteni, mind a mellett azért természetesen az adott tánc sajátosságaival pedig tisztába kell, hogy legyen. Uh-huh. Emellett, hogy tanítottál, elkezdtél vezetni egy
több mint 100 fős együttest. Ez, legalábbis én úgy gondolom, hogy ez óriási munkát jelent, hogy koordinálni, úgy összehangolni a csoportot, az együttest, hogy az jól működjön. Valóban így van, hogy ez nagyon valóban nehéz. Valóban így van, ráadásul ennek is van egy nagyon érdekes, rövid története. Pont abban az időben, amikor a Ki mit tudon, a televíziós Ki mit tudon részt vettünk, akkor a Gödöllő Tánc Együttes ifjúsági csoportjának voltam a szakmai oktatója, koreográfusa. 4 évig dolgoztam Gödöllőn, ezt követően Gödöllőről eljöttem, és nem volt együttes, jelenlegi együttes, átmeneti oktatások, illetve koreográfia készítések voltak, de nem volt egy olyan centrum a munkámnak, ahova napról napra lejárok oktatni, tanítani. És itt Bagon, pont ebben az időben, ahogy Gödöllőről eljöttem, volt egy vezetőségi váltás. És engem megkerestek, hogy a Bagi Együttesnek a művészeti vezetői szerepét betölteném-e. És hát mondtam, hogy egymagam, egy személyben még egy teljes együttes nem vezettem, viszont az oktatói feladatokat természetesen ellátom. És erre kaptam a választ, hogy viszont ezt mindenféleképpen egy személybe kellene megoldani. És akkor megbeszéltünk egy próbaidőt, hogy akkor legyen egy fél éves próbaidő, mind a két részről természetesen, tehát én sem voltam benne biztos, hogy ez akár működhet, vagy nem, tehát nem tudtam. És akkor hál' Istennek ez a fél év, az elkövetkezendő fél év, idézőjelben próbaidő, már egészen jól sikerült, egészen sikeres volt, és ennek 2011, tehát a következő év júniusában lesz 10 éve, tehát úgy néz ki, hogy működött valami. Igen, hogy összejött. Nagyon sok korosztály van az együttesben, egészen a piciktől kezdve az idős emberekig. Hogyan tudod irányítani őket, hogyan lehet őket egyáltalán együtt kezelni? Igaziból az együttesben 4 különböző csoport működik. Van egy óvodás és alsó tagozatosokat foglalkoztató csoport, egy felső, általános iskolai felső tagozatot foglalkoztató csoport, egy felnőtt, illetve ifjúsági csoport, és a hagyományőrző csoport. Na most a hagyományőrző csoport az, amelyikben több generáció dolgozik együtt. Tehát ahol a gyerekektől, a 7-8 évesektől egészen a legidősebb 70-80 éves korosztályig dolgoznak együtt. És hát itt nyilván oda kell figyelni, hogy mindenkinek az adott életkorára megfelelő feladatokat kapja. Ebben nagyon nagy segítségünk az, hogy nagyon sok szokást még a mai napig gyakorolunk, tehát a közéletben mi ezt ugyanúgy beépítjük, ahogyan ez régen volt. És éppen ezért mindenki tulajdonképpen teljesen tisztában van a saját szerepével, mind a színpadon, mind pedig a próbákon, illetve ugye az adott szituációban, amikor egy-egy szokást a fiúkkal, lányokkal, vagy éppen az idősebbekkel gyakorlunk. Egyébként könnyen elfogadtak téged, amikor oda kerültél, mert még elég fiatal voltál 10 éve, és gondolom az együttesben vannak olyanok, akik már akkor 10-20-30 éve táncoltak. Igen, én úgy gondolom, hogy elfogadtak. Többek között azért is gondolom ezt, mert még ott vagyok az együttesnél. A másik, ami miatt elfogadhattak, hogy tudtam, hogy mi az, amit szeretnék, és mi az, amit várok az együttestől. Az együttest jóval kisebb létszámmal vettem át, és szinte töredéke volt a jelenlegi létszámnak, amennyien voltak. És elsődleges szempont az volt, hogy a már meglévő és jól működő dolgokat mindenféleképpen megtartsuk. Tehát én nem akartam egy olyan úttörője lenni ennek a dolognak, hogy akkor a már bevált dolgok helyett csináljunk akár másokat. Tehát én nagyon fontosnak tartottam, hogy azokat a dolgokat tovább működtessük, azokat a meglévő koreográfiákat tovább csináljuk, amik eddig sikeresek voltak, és mindemellett elsődleges szempont volt a létszám realizálása, hiszen gyerekek korosztálya az elég csekéke volt, és természetesen új produkciókat, új műsorokat,
készítettünk új műsorok szerkesztése, és ők látták ennek az egésznek a felépítését, a koncepcióját, ezáltal könnyebben el tudták fogadni azt, hogy viszonylag fiatalon kerültem az együtteshez. És hát úgy látszik, hogy eredménye is van a munkádnak, mert rengeteg díjat és elismerést szereztetek az utóbbi években, egy párat felsorolnál belőle. Például most legutoljára mit igen. kaptatok? Akkor inkább megpróbálok sorba menni. Jó. Minden második évben az együtteseknek, most a hagyományőrző együttesről beszélek, annyit azért megemlítenék, hogy idén 60 éves az együttes, ebből ugye a legutóbbi évtized, ami az én munkásságomat takarja. És minden második évben van az együtteseknek egy úgynevezett minősítő versenye, fesztiválja, ami egy szakmai zsűri előtt, hogy úgy mondjam, zsűri előtt történik. Itt egy negyedórás műsort kell mindenkinek prezentálnia a közönség, illetve a zsűri elé, aki különböző szempontok alapján értékelik ezt. Színpadi megjelenés, eredetiség, a viseletek, akkor az énekhang, a dramaturg, tehát nagyon-nagyon sokféle szempont alapján. A vezetésem alatt most negyedik alkalommal kaptuk meg a kiválóan minősült elismerést, és idén is az országban a legmagasabb pontszámmal kaptuk ezt meg ebben a hagyományőrző kategóriában. Előtte három alkalommal kapta meg az együttes, tehát az elmúlt 20-22 év alatt, amit tulajdonképpen ekkor indultak, ez a rendszerű minősítés. Úgyhogy most hetedik alkalommal lett végül is így kiválóan minősült az együttesünk. Nyilván ugye minden második évben. Zakopanéban voltunk egy nemzetközi hegyvidéki fesztiválon, ahol bronzfokost kapott az együttesünk, illetve generációk külön díját. És volt egy ilyen belső fesztiválon belüli énekverseny, azt is az együttesünk nyerte. 2003-ban kapott az együttesünk, most nem időrendben sorolom, 2003-ban kapott Csokonai állami kitüntetést közösségi munkáért, 2009-ben Pest megye művészetéért kaptunk kitüntetést, most decemberben kaptuk meg a Pest megyei értemlékérmet idén, és hát tulajdonképpen az együttesünk csoportjai bármilyen megmérettetésen mindig maximálisan teljesítenek. Hogyha a gyerekcsoport munkájára szeretnék kitérni, szólisztikus táncversenyek is, gyermekszólisztikus táncversenyek, amit a beszélgetésünk elején említettem, ezeken is folyamatos sikerekkel és első helyezésekkel teljesítenek a táncosaink, tehát szerencsére nagyon szeretik csinálni, és hál' Istennek eredményesen. Hát akkor így nem is csodálom, hogy számos helyre hívnak titeket belföldön és külföldön egyaránt. Van olyan fellépés, illetve olyan helyszín, amire szívesen emlékszel vissza? Hát tulajdonképpen mindegyik más és más, tehát éppen ezért mindegyiknek megvan a saját maga varázsa. Hát ilyen kuriózum előadások, nyilván a távolabbi országok azok, amikre emlékszik az ember, és ki tudná emelni, vagy pedig egy nagyobb verseny. Hát az együttes első minősítése, a vezetésem alatt az első minősítése, az nagyon emlékezetes maradt számomra. Tehát nem volt egy ilyen rutinszerű előadás, hanem akkor nagyon izgultam, és nagyon tartottam a kritikától, hogy mi az, amit mondanak majd az együttesről. Ráadásul az első minősítés az egy éppen frissen készült koreográfia volt. De hát, mint az eredmény mutatja, jól sikerült. Igen, azt is igaziból teljesen mindegy az, hogy melyik szempont, hány pontot ér, 150 a maximális pontszám, és 148 ponttal teljesítettünk. Hát egy friss koreográfiától ez nem is rossz eredmény. És külföldön hol jártatok, megmondtad, hogy több helyen is? Igen.
Régebben egy, hát egy ilyen 15 évvel ezelőtt sokkal több lehetőségünk volt még a külföldi utakra. Nem feltétlenül a támogatottság miatt, hanem én úgy gondolom, hogy, és nem közhelyként akarom említeni, hanem valóban tényleg van egy kis gyorsabb életvitele a jelenlegi hétköznapoknak, és tényleg minden sokkal kapkodósabb, mint akkor. És hát ezáltal nagyon sok pénzforrást, illetve pályázatot az ember vagy azért nem tud megfogni, mert kicsúszik a határidőből, vagy éppen azért, mert az adott lehetőségre gondolok, itt pont egy külföldi útra éppen nem is írnak ki akkor pályázatot. És általában az szokott lenni mindig a csapda, hogy hamarabb tudja az ember a pályázatot, mint ahogy esetleg egy külföldi út lehetőségét. És hát nyilván egy pályázat pedig célirányosnak kell, hogy legyen. És hogy merre jártunk? Hát tulajdonképpen egész Európában, tehát a skandináv országoktól kezdve egészen a déli országokig, Szardínia szigetén, Franciaországba, Németországba, Hollandiába, Finnországba, és hát a tengeren túlon pedig Kanadába, Algériában, egyedül Ausztráliában nem voltunk még, hogyha kontinenset nézünk, na hát és ugye a sarkvidékeken. De nagyon-nagyon sokat utaztunk, és ezt ugye mind a táncnak köszönhetjük. De ez a te vezetésed alatt történt mindez, vagy még előtte? Még előtte, tehát az én tulajdonképpen táncos pályafutásom alatt. Szardínia szigetén már az én vezetésem alatt voltunk. Az volt az első külföldi útunk. És hogy mostanában, ugye ezért kanyarodtam ki mindjárt az elején, mostanában kevesebb egy picit az ilyen külföldi előadás. Ugye pályázatokra tértem ki az előbb, azért kellett, hogy említsem, mert nyilván ezeknek a külföldi utaknak anyagi vonzata van, hiszen egyre kevesebb támogatást kapunk rá, és hát éppen ezért ugye egy kicsit le is szűkülnek ezáltal a lehetőségek, tehát sokkal nehezebb és zsebbenyúlósabb egy tengeren túli turnén megjelenni, illetve részt venni, mint egy 15-20 évvel ezelőtt. Uh-huh. Most térjünk egy kicsit vissza rád, mert hogy nem csak az együttes bővelkedik díjakban és elismerésekben, hanem te is. Van ugye a Népművészeti Fiúmestere cím, a Fülöp Ferenc díj, a Vankó Nédo Dás Juli díj, ezt még nem is mondtam, és még gondolom jó pár, illetve tudom is, hogy jó pár. Melyik a legkedvesebb számodra, ha lehet ilyen különbséget tenni, vagy melyikre vagy a legbüszkébb? Az egyik legkedvesebb a legelső gyermekszóló táncverseny első díja. Akkor hány éves voltál, mikor azt megkaptad? Ötödik osztályos, általános ötödik osztályos voltam, fiatalabban nem is lehet indulni, tehát ez a legalsó korosztály. A legfiatalabbak között voltál, igen. Igaz, hanem a legfiatalabb. Igen. Igen, ez egy nagyon kedves díj számomra. A másik nagyon kedves díj nyilván a Népművészeti Fiúmestere díj. Egy pályázatot kellett benyújtani, illetve egy önéletrajzot az addigi foglalatosságairól az adott pályázónak, illetve versenyzőnek, és mellette a három magyarországi, történelmi magyarországi nagy dialektusnak egy-egy táncát kellett prezentálni, abból kettőt kellett táncolni, egy volt, ami a pályázat témájához kapcsolódott, egy pedig, amit a zsűri választott a maradék kettő közül. Talán ez a két díj, ami nagyon kedves számomra. Természetesen igaziból mind nagyon közel áll így a szívemhez, és hát azokat a díjakat, amit aki mit tud, után Pest megyétől, vagy Aszód városától kaptam, ezeket is nagyon-nagyon mélyen a szívemben őrzöm, és hát megvannak, kint vannak ugye a polcomon a mai napig. És még bőven lehet majd gyűjteni őket, mert hogy még fiatal vagy, előtted az idő. A tanítás mellett ugye koreográfiákat is készítesz, mint már az elején is említetted, hogy a gyermektánc antológiába bekerült az első koreográfiát. Kíváncsi lennék rá, hogy hogyan születik egy ilyen koreográfia.
Megálmodod vagy? Hát tulajdonképpen nagyjából szerintem úgy készülhet, hogyha nagyon leszeretném egyszerűsíteni, mint mondjuk egy festmény. Tehát megvannak az adott motívumok nyilván a festőnek, vagy éppen a koreográfusnak az elképzelései szerint, vagy éppen ami ugye éppen a stílusát, vagy a korát kötelezi, és akkor azokból kell, hogy dolgozzon, és abból kell, hogy egy olyan egységet kialakítson, ami kedvez a közönségének is, elsősorban ugye nyilván egy koreográfia közönségnek készül, és hát megfelelő legyen a szakmai szemeknek is, tehát hogy mindenféleképpen az stílusos legyen, ne legyen egy túl zsúfolt és túlságosan hosszadalmas erőltetett koreográfia. Két különböző módon dolgozunk, hagyományőrző együttesben mindig szokásokat és ilyen hagyományokat elevenítünk fel a színpadon. Ez egy teljesen más jellegű, természetesen nagyon hasonlít a két dolog, amit majd ezután említek egymáshoz, de itt tulajdonképpen egy életképet, egy szokást, egy hagyományt kell a színpadon megmutatni a közönségnek, aminél figyelni kell, hogy ebben a táncos kategóriában, ebben a hagyományőrző táncos kategóriában ne legyen túl zsúfolva prózai szövegekkel, természetesen ahol kell, nyilván ott azért ezeket be kell iktatni és be kell ütemezni, hiszen egy vőfély természetesen nem tudja eltáncolni azt, amit ugye mondania kell. De alapvetően a közönségnek azt a képet kell látnia, ahogyan egy lakodalomnak egy mozzanata éppen megjelent mondjuk a lányos háznál, vagy éppen a vőlegényes háznál, vagy egy régi fonónak a hangulatát, hogy megkapja, visszakapják, és hát természetesen ugye ezt a hozzátartozó stílusos tánccal alátámasztani, és hát viselettel elsősorban. A másik része pedig, az pedig a színpadi táncos produkciók, ahol egy adott táncanyag, egy adott vidék, egy adott falu, egy adott településnek a táncanyagát kell a koreográfus különböző ötleteivel úgy prezentálni a közönség számára, hogy az élvezhető legyen, megtartsa a tánc a saját maga stílusát, és ugyanez viseletben. Itt nem feltétlenül szokásokat kell bemutatni, hanem csak kifejezetten a táncot, az adott területnek a táncát. Említetted az előbb a hagyományőrzést, és olvastam rólad, hogy te fontos feladatodnak tartod azt, hogy a szokásokat gyűjtsed, és ugye megtartsátok az együttes által a hagyományokat. Most karácsonykor beszélgetünk, és arra lennék kíváncsi, hogy a karácsonyi ünnepkörből milyen hagyományokat ápoltok ti a mai napig. A karácsonyi ünnepkörhöz nálunk a Szent Családjárás, illetve a betlehemezés tartozik. A Szent Családjárás az tulajdonképpen egy áhítat jellegű énekes köszöntése a karácsonynak. Karácsonyt megelőző napokban jártak a lányok és asszonyok ezzel a Szent Családjárással. Ennek a története, hogy szállást keresnek a kis Jézusnak, illetve a Máriának, és ugye ezáltal köszöntik ezekkel az egyházi énekekkel tulajdonképpen a karácsony eljövetelét. Itt is házról házra jártak, bekopogtak, elénekelték a beköszönő dalt, megkérdezték, hogy adnának-e szállást, természetesen jelképesen a Szent Családnak. Szinte kivétel nélkül természetesen beengedték őket, leültek közösen, imádkoztak, elmondták ezeket az egyházi énekeket, elénekelték, és aztán utána továbbálltak, és a következő házhoz mentek. A betlehemezés az pedig elsősorban régebben a szegényebb gyerekeknek az adománygyűjtéséhez köthető.
ők már vagy bábjátékkal, vagy pedig egy kis, kis színjátékkal, színdarabbal eljátszották, prezentálták a Jézus születését, illetve hát a pásztorok, ahogy megkeresik a betlehemi jászolt, és ajándékokat visznek. Majd ezt követően ugye ez is szintén a karácsonyt megelőző napok. Ezt követően három királyjárás pedig január 6-án volt, ugye, amikor a három király ment és vitte a kis Jézusnak az adományokat. Ez viszont három királyjárás itt a Galga mentén nem nagyon volt jellemző. A betlehemezéshez még annyit hozzátennék, hogy természetesen, ahogy ez a későbbiekben formálódott és alakult, úgy alakult ki az a formája is, amit tulajdonképpen országszerte ismernek, hiszen ez a egyedi és nagyon szép szokás ugye mindenütt jelen volt, hogy a pásztorok fekszenek a mezőn, megjelenik fölöttük a csillag, ugye a pásztorokhoz közben szól az angyal, mindig van egy süket pásztor, aki se nem hal, se nem lát semmit, ebből vicces párbeszédek jelennek meg, illetve hát ugye viccelődések, végül a pásztorok felkerekednek, és a csillag elvezeti őket a megváltóhoz, és ott köszöntik őt, és mindenki ugye saját maga vagy egy darab sajtót, vagy éppen egy bundát visz a kis Jézusnak ajándékba. Ezt csak a színpadon játszátok el, vagy pedig mentek házról házra, úgy mint régen? Ezt a hétköznapokban gyakoroljuk, így van. Elég nagy létszámú az együttesünk, ahogy említetted is az elején, jóval 100 fő fölött dolgozunk, és hát az együttesi tagokhoz szoktunk mi elmenni. Nagyon szeretnénk ugye mindenkihez nyilván bekopogni, és hát vagy szeretné, hogy köszöntsük a karácsonyt a betlehemessel, vagy nem. De tulajdonképpen nincs rá időnk, hiszen mindenki ugye mellette dolgozik, munkába jár, vagy éppen iskolába jár, és a karácsonyt megelőző 4-5 nap esténként szoktunk járni, és még így is néha szűkében vagyunk az időnek, hogy eljussunk minden táncosunkhoz. De akkor ezt gondolom nem csak a karácsonyi ünnepkör kapcsán tartjátok így a hagyományokat, hanem mondjuk húsvétkor is jártok locsolkodni, ugye? Igen. Van még valami más? Hát még a májusfa állítás, ugye pünköstkor. De hát igaziból ugye mindegyik más-más jellegű, és mindegyiknek megvan a saját maga varázsa. És hát nyilván azokat a szokásokat pedig megpróbáljuk mindig beépíteni éppen az adott közéletbe, ami éppen akkor jellemző volt. Ha van egy szüreti bálunk, akkor például annak idején szokásos szőlőlopást, illetve a lagzikba is próbáljuk meg egy sima lakodalomba, ha hivatalosak vagyunk, színesíteni mindig egy-egy adott régi motívummal, szokással, és hát ez mindig nagy sikert szokott aratni itt a hétköznapokba, közéletbe. Ha már a lagzit említetted, neked milyen lakodalmad volt? Ön igazi paraszt lakodalom? Nem. Nem, tehát én úgy voltam vele, hogy nekem a hétköznapomnak a 0-tól 24 óráig tartó pillanatait ez az, ami kitölti. És akkor ott már nem. Igen. Megmondom őszintén, hogy nagyon sokat gondolkoztunk rajta. Mert hogy a feleséged is táncos. Így van. Igen, igen. És nagyon sokat gondolkoztunk rajta, hogy hagyományos esküvőnk legyen, avagy ugye a régies parasztlagzi, aztán végül is ez mellett döntöttünk. Most kanyarodjunk vissza egy kicsit a hagyományőrzéshez. A mai napig jársz és gyűjtesz hagyományokat, vagy csak amik már megvannak, azokat próbálod felhasználni az együttes munkáját? Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy természetesen addig, amíg az ember újabb és újabb információkat talál egy adott közösségben, addig folyamatosan jár és próbálja azokat lejegyezni, illetve rögzíteni. Elég sokat voltam itt a környékben, és megkerestem, megtaláltam azokat az öregeket, akiktől ezeket a hagyományokat, szokásokat végig tudtam hallgatni. Volt egy olyan idős néni, akivel életemben először táncoltam Galga mentének egy adott táncát, és hát ez egy hatalmas élmény volt, egy 80 éves néni, aki megmutatta nekem, kérdeztem tőle, hogy annak idején hogy volt ez a
jobbra egy, balra egyes, táncolták ezt már, hogy ne táncoltuk volna, és akkor mondtam, hogy mondja el nekem, azt mondja, de ahogy mondom, állj föl, fiam, azt megmutatom. És akkor megmondom őszintén, hogy sokkal többet értem azzal, mint hogyha ő elkezdte volna nekem mesélni. De természetesen nyilván az írásos formák is nagyon, nagyon hasznosak és nagyon fontosak és kellenek. Az Aszódi Petőfi Múzeumban van egy hatalmas adattár, és az intézménynek és az intézmény dolgozóinak, illetve vezetőinek nagyon sokat köszönhetek, ők nagyon sokat segítettek nekem a kutató munkáimban, mikor gyűjtöttem, és esetleg volt egy pici kis hézag egy adott témában, és akkor ott a régi gyűjtők adatai alapján ki tudtam ezeket mindig egészíteni, és ezáltal tovább tudtam lépni, és meg tudtam csinálni az adott szokás feldolgozását. Tehát a gyűjtés és kutató munka meg kell mindenféleképpen előző minden egyéb más dolgot, akár a táncot, akármit, tehát az embernek tisztába kell lenni a kulturális élettel. A mai napon egy kicsit nehezebb dolgunk van, hiszen ahogy ugye haladunk az idővel, egyre kevesebb lesz sajnos az adatközlő, aki ezeket az információkat el tudná mondani. És ami a legnagyobb baj, hogy nagyon sok mindenre már nem is emlékeznek. Sajnos annyira átformálódott az élet, hogy már ők is ezeket a mai hétköznapokat veszik természetesnek és akár réginek. És sajnos nem emlékeznek nagyon sok olyan mozzanatára, amiben pedig még benne voltak, és amiben még léteztek, és amit átéltek. De kifejezetten csak bagi adatközlőkkel beszélgezted, a bag hagyományait próbálod felkutatni? Elsősorban igen, viszont természetesen a környék településein élő öregeket is meg kell kérdezni, hiszen ők is nagyon sok információval tudnak szolgálni. Itt azért elég sűrűn átjártak egymáshoz annak idején, és hát nagyon sok olyan Hévíz Györki idős van, aki igenis emlékszik, hogy bagon milyen volt egy bál, hogy volt, nem beszélve arról, ugye, hogy akkor, amikor megtörténtek a házasságok, és volt olyan, hogy az egyik településről átnősült, vagy éppen házasodott ugye az adott fél, és hát nyilván, hogy akkor már abban a kultúrában folytatta tovább az életét, és akkor ugye látta. Éppen ezért találtam például olyan időst is, aki a gyerekkorát bagon élte le, és emlékezett azokra a régi eseményekre, amik számomra nagyon fontosak voltak, viszont nem bagon találtam őt meg, mert nem ott élt, már elköltözött, tehát a környékbeli településeken is meg kell kérdezni, viszont a kérdésre válaszolva, a hagyományozó együttesünk elsősorban és kizárólag, inkább így fogalmazok, bagi hagyományokkal és szokásokkal foglalkozik. Uh-huh. Mik a terveid, mik a jövőbeli céljaid az együttessel kapcsolatban? Nagyon-nagyon fontosnak tartom az együttesnek a jelenlegi, ha fogalmazhatok így, akár egzisztenciáját, akár pedig munkáját megtartani. Hiszen nagyon-nagyon nagy eredményeket értek el, és természetesen ez elsősorban az ott munkálkodó és dolgozó táncosoknak köszönhető, hiszen tényleg szabad idejüket nem kímélve járnak próbáról próbára, vállalják az előadásokat, készítetik saját maguknak a viseleteket. Ezt semmiképp nem szabad veszni hagyni, tehát a jelenlegi munkát csak föntebb és föntebb lehet színvonalban tornázni. Hát a legmerészebb terveimet az együttessel kapcsolatban azt nem szeretném mondani, még a végén számon kérnek egy pár év múlva, ami természetesen elsősorban nem csak rajtam múlik, és nem csak a táncosokon múlik, de hát továbbra is szeretnénk az országos, illetve a nemzetközi fórumokon megjelenni, a versenyeken minősítő versenyeken részt venni, és hát megpróbáljuk még azokat a kimaradt mozzanatokat Bakfalu tánc életéből, illetve hagyományaiból feldolgozni és színpadra állítani, amik még hiányoznak, illetve amik hiányosak. Nagyon kevés van, de van még, tehát azért van még mind dolgozni.
Hát ugye úgy is mutattalak be, hogy a tánc az életed. Nem tudom elképzelni, hogy a szabadidődben ezen kívül mit csinálsz, ha nem táncolsz. Van egyáltalán szabadidőd? Van, természetesen azért, hál' Istennek van szabad időm. Igaziból, ha valaki mozgással foglalkozik, illetve ugye itt a tánccal, akkor valahogy a szabad ideje is mindenféleképpen mozgással lesz majd összefüggésben. Nagyon szeretünk például a fiúkkal elmenni, a táncos rácokkal sportolni, szeretünk a szabadban lenni. Mit sportolsz? Hát, fotbalozni szoktunk, akkor néha ugye futni járunk, tehát ilyen. Inkább ezek a szabadidősportok, amit szoktunk csinálni. Mellette én régen alsó tagozatos iskolában, hogy azért megemlítsem, zeneiskolában is jártam, én klarinétoztam 8 évig, és hát mellette így csak hobbi szinten nagyon szeretek zenélgetni otthon, vagy ugye amatőr szinten van egy zenekarunk is, és hát... Na, hát akkor velük szoktunk járni. Akkor nem csak otthon. Hát igen, de elsősorban ugye, tehát a munka azért, a hétköznapi munka nem teszi úgy lehetővé, hogy az ember nap mint nap foglalkozzon vele. Azt tervezed, hogy a gyermekeid is majd ezen a pályán fognak tovább szárnyalni? Ez egy érdekes kérdés. Az elején ugye, ahogy mondtam, hogy tulajdonképpen ugye én választottam. Adok neki lehetőséget majd mindenképpen, hogy megismerje, de nem szeretnék én dönteni helyette. Természetesen nagyon szeretném, hogyha hasonló jellegű pályán foglalatoskodna majd. És akkor most egy kicsit tágabb környezetre térjünk ki, hogy ha gyerekeknek, akik mondjuk éppen azelőtt állnak, hogy választanak maguknak sportot, vagy elfoglaltságot, vagy szakkört, mit mondanál, hogy miért választák a néptáncot? Megmondom őszintén, hogy én nem mondanám azt feltétlenül, hogy a néptáncot válasszák, hogyha valaki ugye megkérdezni egy szülő, hogy a gyerekét esetleg milyen mozgásra. Mindenféleképpen azt mondanám, hogy valamilyen jellegű tánc, természetesen az tényleg és valóban tánc legyen, tehát ne egy kitalált, ilyen új korban született valami, hanem az tényleg legyen egy tánc, hiszen az egy nagyon szép tartást, egy magatartást is, illetve egy kiállást, némi határozottságot az embernek. A néptáncot az pont azért javasolnám, hogyha egy személyes megjegyzést hozzáfűznék, mikor megkérdeznek, mert tehát a régi parasztember, amikor táncolt, azt mindig méltósággal tette. Tehát, hogyha egy archív felvételt megmutatunk, akkor minden egyes adatközlőnek megvan az a varázsa, illetve határozottsága, amit nem lehet máshoz hasonlítani. És ez nagyon átjön a régi 50-60-as években készült felvételeken. Most ezeket természetesen megpróbáljuk mi is átadni, és megpróbáljuk elsősorban a mozgását fejleszteni, alakítani, a mozgáskoordinációt, tartást, és úgy gondolom, tehát nem feltétlenül elsősorban technikai dolgok lesznek azok, amiket az első 1-2-3 évben meg fog tanulni a gyerek, hanem például megtanul menni. Ez bármilyen furcsán hangzik, de nagyon-nagyon sok iskolában, ahogy járok tanítani, látom, hogy valóban ballag előttem a kis tanonc diák, de nem tud menni. Nem tudja úgy rakni a lábait, hogy a cipője ne kopjon le 2 hét után, a cipőnek a talpa nem tudja magát tartani. Tehát egy teljesen más testtartással rendelkeznek azok, akik egy picit így a mozgás terén el vannak hanyagolva. Nekem még az jut eszembe a néptáncról, amikor erre gondolok, hogy olyan nagyon jó közösségi élmény. Valóban így van ez? Igen. Talán annyiban sokkal előnyösebb egy ilyen egységbe, egy néptánc együtteshez becsatlakozni, hiszen itt ugye vannak olyan szokások, amik még a tánc mellett együtt tartják, ahogy erről beszéltünk is az ezelőttiekben, amik együtt tartják a közösséget. És ezekbe ők ugyanúgy bekerülnek, és ők ugyanúgy gyakorolhatják ezeket a szokásokat, ugyanúgy megvan az a közösségi élet, tehát azok a bálok, az a szüreti bál éppen, vagy egy farsangi,
mulatság, és ezeket ők átélhetik, és azokat, amiket megtanultak, azokat gyakorolhatják, illetve hát jól érezhetik benne magukat. A picik is részt vesznek a hagyományőrző együttes munkáján? Hogyne, természetesen. Tehát egy adott kép, felvázolok egy színpadi képet egy vasárnap délután, ahol az idősebbek kinnülnek a padon, kvázi, mintha az utcán lennének, a gyerekek közben játszanak, akkor megjelennek a fiatalok, akik körbeállnak, táncolnak, akkor utána az idősebbek énekelnek, és tehát tulajdonképpen ez az életkép, ami így megjelenik a színpadon, ez szükségessé teszi azt, hogy minden generáció részt vegyen ebben a munkában, hát a piciktől az idősebbekig. És ez a szép benne talán. Így van. Hogy mindent felidézünk úgy, mint ahogy volt régen. Igen. Nagyon sok sikert kívánok a további munkádhoz. Remélem, hogy ha mondjuk 10 év múlva leülünk ide beszélgetni, akkor ugyanennyi, ha nem sokkal több díjjal fogsz majd büszkélkedni, akár a saját részedről, akár az együttes részéről. Köszönöm szépen, jó kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál. És köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet. Várom önöket következő alkalommal is. Viszontlátásra!